Szervusztok, üdvözöllek benneteket! Szentes Robert a nevem, és ebben az epizódban elmagyarázok egy nagyon gyors, nagyon egyszerű technikát, amivel elkezdheted lebontani igazán így a szorongásokat, meg a félelmeket. A legnagyobb probléma, amit én így láttam így az emberekben, így a 13 éves praxisom alatt, hogy egy, ugye az emberek türelmetlenek, mindent most akarnak, és a másik meg, hogy nagyon kevés embernek adatik meg az a szerencse, hogy a okokhoz eljussanak. Ez a technika, és amit mutatok a következő pár videóban, ezek nem fognak igazán a gyökér okokhoz elmenni, azt is majd elmagyarázom. Az a lényeg, hogy nem fog a gyökérók igazán, nem lesz értelme először mert annyira az ego úgy programozott minket így az évek alatt, meg az évtizedek alatt, hogy mi azt hiszük, hogy amire gondolunk, meg ami van, az az igazi probléma. Jó? Tehát az a lényeg, hogy el kell kezdeni valahol, és az első kérdés, mikor van igazán ez, ez a szorongás, ez a félelem, az első kérdésem hozzátok, hogy mi a legnagyobb félelmed? És ami feljön gyomorból, az a jó válasz most, mi a legnagyobb félelmed? Az enyém az volt, mikor ezt megkérdezték tőlem 13 éve, hogy kikerülni az utcára. Oké, okay. és utána e mögött van egy történet, vagy akár több történet is, és azok a történetek hordoznák, hordozzák ezeket a negatív asszociációkat, negatív érzelmeket. Mi a legnagyobb félelmed? Ezt megkérdezheted magadtól, a barátodtól, egymástól, beszélgethettek erről, mert ami feljön, az most nagyon fontos, hogy átnézd és átvizsgáld. Nem kell nagyon tüzetesen ránézni, de ha mögötte van egy sztori, akkor azt érdemes felismerni, mert minden, amit a mai pillanatban meg a jelenben hordozunk, az valahonnan a múltból ered. Nekem az volt, hogy volt egy tínédzser koromban, egy, a szülők összekaptak, és én nagyon berágtam, és hideg volt, tél volt, fönnlaktunk a második kerületben, és azt mondom, hogy tudod mi, én innen elmegyek, hogy elegem van. És utána megláttam, hogy ez hideg van kint, basszus, pizsamában voltam, és utána valahogy megcsináltam, és egy hétre eltűntem. És az ego azt csinálja, hogy igazándiból kitörli azokat a részeit a sztorinak, ami nagyon fontos, és olyan emlékeztet minket, ami igazán felszínes. És ezért vagyunk ennyire megrekedve, mint egy civilizáció, mint egy emberiség, mert mindig arra fókuszálunk igazán, ami nem annyira igaz, vagy nem annyira fontos. És a mi igazságok, a gyökérokok, azok meg el vannak bújtatva, el vannak maszkulva, így el vannak a tőlünk a tolva. Jó? Tehát ennyi volt. Mi a legnagyobb félelmed? És ha kötődik hozzá egy sztori, akkor azt nézzétek át, és utána meg fogod látni, hogy ez egy hatalmas ilyen megkönnyebbülés lesz, mert mikor átnézed a sztorit, akkor már nincs annak a sztorinak annyi ereje. Amíg nem tudjuk ezeket az úgynevezett hozzájárulásokat, vagy ilyen, ilyen, ilyen kapcsolatokat, hogy mi kötődik mi kötődéseket, mi kötődik mihez addig a tudatalatti csak futtatja a programot, mint egy háttérprogram, és mi csak érezzük az érelmeket, érzelmeket, és egyre inkább csak arra, hogy miért jön ez, honnan jön ez, mit tudok csinálni, és próbáljuk elnyomni. És, eh, ahogy mondtam, a következő videókban majd mutatok több technikát, és utána elmagyarázom majd a gyökérökokat is. Oké, okay, szervusztok, szép napot!